Bolond. Mit csinálsz, te szívem? Kettős záróvonal van. Nincs soksim, de még én is tudom, hogy ott nem mész át. Mit szeretnél, életem? Hova akarsz te eljutni? Igen? Ad nagyon jó. Gratulálok. Aló! Ha ez is meg akar fordulni, én tökönöföm magam. Ó, te jó Isten! Édes Jézus! Na jó van! Szóval, sziasztok srácok! Itt Árti, megy tovább a City Skylines 2, és abban állapodtunk meg, hogy csinálunk egy nemzetközi repteret a korábbi farmok helyére. Úgyhogy szerintem vágjunk neki. Mi alatt én itt egy kicsit megigazgatom a földet, addig ti nyugodtan nyomogassátok a like, illetve a feliratkozás gombokat, ezeket mind büntetlenül meg lehet tenni, és senki nem fog rátok szólni érte. Nem lesz belőle probléma. Egészen kicsit kilapítjuk a dolgot, mert hogy ez az objektum kurva nagy. Úgyhogy így egy picit elnyújtjuk a dolgot. Visszasimítjuk. Na jó, még egy picit dolgozzunk rajta. Nem akarja. Akkor így. Na! Na, lássuk a medvét! Nemzetközi reptér. Így férne csak ide. Jó. Jó, mentettünk egy-egy gyorsan. Te jó Isten. Ez szörnyen nagy. Ez egy veszme nagy monstrum. Na, ezt valahogy be kéne kötni erre az autópályára. És be kell kötni ide a vonatot. Először kössük be a vonatot, jó? Hogy azzal tudjunk haladni. Én arra gondoltam, hogy a vonatot innen fogom bekötni. Úgyhogy a vonat így. És itt látjátok, ide már elkezdtem ezt felhúzni. Ami így most pont a közepén van. Maradunk ennél a megoldásnál, és elhúzzuk idáig. Így. Levihetném. Először nézzük meg, hogy itt földszinten kihúzatjuk. Hány fokos így a lejtés? Minusz 2. Tök jó, 2 környék az a vasútnál egy kb. Reális történet. És azt kéne belülni. Ezt folytassuk egy kicsit.
itt fölötte simán átmegy. Viszont akkor úgy csinálom meg, hogy ezt beállítjuk 1.80-ra. Másfél százalék. Kifogástalan. Kiváló. Mert akkor így a vasút az itt szépen elslisszan az autópálya fölött. Még tudjátok, mit akarok megnézni? Na ez egy másik dolog, ami nagyon érdekel. Hogy ilyet lehet-e tenni a vasútra, de nem lehet, nem engedi. Ez csak az utakra lehet. Aj, de kár. Pedig milyen jó lenne, hogyha itt a vasútra tehetnénk egy ilyen hidat. Viszont én ezeket, és kövezzetek meg érte, jó hangzavarban. Én az ilyet tökre szeretem az amerikai városokból, főleg Chicago az, ahol ilyet sűrűn láttok. Én baromira szeretem ezt. Nekem tetszik ez a vum-vum megoldása a dolgoknak. Na, vum-vum, ezt jól megmondtad, fiam, gratulálok. 10 pont a Griffendélnek. Jó. Na, most kéne akkor ezt valahogy. Kihúzatni. Ezt most csináljam, hogy csináljam meg? Így. Na, ott például ütközne vele. És mivel ütközik így? A kereszteződéssel. Jó. Ja, mindig elfelejtem a kurva rádiót, ne haragudjatok, srácok. Ez... Így, most már jók vagyunk. Szóval... Lemegyünk majd mínuszba. Még mindig útban van az az út. Akkor is megoldjuk. Kicsit húzzad vissza. 1.80, jó, és akkor kicsit vissza lépegetünk. Ott van. Jó, ez most nagyon meredek így. Baj. Nem tehet... Relatív. Jó. Így. Ez egy forgalmas szakasz. Most
itt kell ezen így bámészkodni. Jó, ezt akkor egy csöppet arrébb tesszük mondjuk. Oda. És milyen utat szedtem ki? Egy háromsávos egyirányút, ugye? Innen meg... Már nem emlékszem. Innen mit szedtem ki? Mi vagy te? Kétsávos. Eddig ezt simán engedte így. Most miért kell elkezdeni genyúzni? Jó, hát akkor... Az ott megmarad. Ez kettő eltűnik. Eddig hogy fért el alatta az út? Mindegy. Féle. Így. Jó. Közepes. Az irányokat kell megadni, mert azt hiszem, hogy ez... Nem, ez befele jön. Mind a kettő nem mehet befele, haló. Kifele. Így. Az megy befele. Jó. Ez meg kifele. És elvágja. De figyelj, öcsém! És lerakja ugyanúgy. Mi a szar? Aj, kellett nekem hozzányúlni. Kitörölni? És nem lehet arrébb rakni. Jó, a játék egy kicsit bekresselt. Nem baj, nem foglalkozunk vele, haladunk tovább. Nem tudok vele mit csinálni, tehát ha ez így behal, akkor én azzal most mit csináljak? Nézzek rá szúrós szemekkel, vagy mi? Ez jön kifele. Ez megy befele, ez egy 1, 2, 3, 4, 5 sávos út.
Csinálunk egy olyat. Ez lesz a marker. Alapom. Először 90 fokot húzok, utána meg 45-et. Jó. Igen, még mindig nem ezt akartam. Ez így egy kört fut be. Két irányúnak kell lennie, igen. Sávos aszimmetrikus. Vagy ne így csináljuk? Ennek egy egyszerű logikus dolgot kitalálni erre. Megkötjük a vasutat, az tiszta sor. Ez egy kétsávos autópálya. Sávra. Hogy akarom csinálni? Hogy akarom csinálni? Szerintem ez nem egyenes. És először nézzük csak meg még egyszer. Így fixen egyenes, csak én a kamera szöge nem jut. Na, hogy legyen? B-verzió. Verzió az az, ezt itt így kihúzom, de akkor nem így kéne kihúzni. Na, ez az öt sáv az zavar engem. Fasznak öt sávos. Hogy kössem én ezt be rendesen?
kéne bekötni. Csináljuk egy ilyen kör... Csak mondjuk azt csinálom, hogy azt mondom, hogy autópálya. Erre azt mondom, hogy nem ezt mondom. Nem azt mondom, közepétől kihúzunk 200. Jó. És azt mondom, hogy akkor átváltunk 10 méterre. Itt a 150-et fogjuk belőni. Új, szomorodjál bele, de rohadt nehéz. Azzal kell, a bal szélsővel kell egy vonalba legyen. Kiheverjük. Most így megy körbe, háromsávos.
És ezt akkor ráhajtjuk. Hány fokos? 1,2. Teljesen jó. Kifele jön, és az is kifele jön, szóval akkor ezt most szépen megforgatjuk. Úgyhogy befele megy. Jó. És akkor... hogy csináljuk? Össze kéne kötni parkolót. Sőt, parkoló. Aszimmetrikus három sáv. Efele többen jönnek, mint kifele, az jó. Azt majd megigazítom. Befele többen jöjjenek, mint kifele. Így. Kávé oké. Okay. Ez jó. Jön 5 sáv, 2-vel ki lehet menni, valamiért ott csak egy akar kimenni. Ez nekem egy kicsit furcsa. Akkor minek van? Kiváló kérdés. Nem tudjuk a választ. Abba nem tudok belenyúlni abba az aszedbe. Úgy látom. Jó, ugyanezt meg kéne csinálni ezen az oldalon is. Hogy csináltam? Így, ugye? Így.
Ez a kifele jövő rész. Kifele 2 megy, befele 1. Hát itt... Várják, merre megy itt 2? Befele jön 1, akkor ez az 1 sáv, ez a befele jön sáv. Az... ha ez jön be, ez a 2 kifele megy. Előtt ezt a jobbra kanyarodás dolgot. Soha nem fognak ott jobbra kanyarodni szerintem. Még egy olyanon gondolkozom, hogy esetleg innen kifűzni a kettőt, de akkor oda a szimetria, meg a boci, mert ez egy bocira kezd hasonlítani. De akkor ezt fogják-e tudni használni? Ez az 1 millió dolláros kérdés. Na jó. Azt a kérdést azt most elspóroljuk. Azt nézzük meg, hogy hogyan néz ki a trafik. Erre kéne rávezetni, mert ez már amúgy is magas, ha jól látom. Nézzük meg egy kicsit, hogy ez vagy pereg. Ez a vonat dolog, ez most zavar, ezt most csináljuk már meg még egyszer. Te most húzok így egy ilyet. Oké. Csak nem így, nem 5 méterest. Hanem egy 10-est. Akkor itt alatta nem engedi ezt behúzni. Először meghúzom ezt. Na, én ne kanyarogjál, te nagyon hülye. Ha először behúzom ezt. Utána engedik, hogy ezt így ráhúzzam. Fordítva nem engedik. Nem tűnik olyan veszettül zsúfoltnak amúgy. Jó, mert rá kéne itt kötni az utakat. Boci Airlines. Fizetős a parkoló a reptéren természetesen. Csináljuk meg azt, hogy ez háromsávos. Ezt felhúzom 4-re. Vidd a földszintre, légy köszi. Oké. Visszaviszem itt három sávosra. És két sávos.
ott kijönnek oda, és akkor innen kell erre az útra rávezetni az uramékat. Annyit tehetünk az ügy érdekében. Mi azt ott följebb tornásszuk. Jó, mert ez a sáv az kimegy oda, a falok körforgóba. És akkor egy két sávost feszítünk. 10 méter magasan vagyunk, ugye? Igen. Egyszer így. Mert neki ki kell tudnia jönni, hogy fölfele menjen, és ki kell tudnia jönni, hogy lefele menjen. Miért lehet az lefele, ötfele? Egyen magasabban áthúzom. Így, és utána visszem le ötre. Jó, reptérről elfele menet ki tudnak menni északnak, ki tudnak menni délnek. A reptérre be tudnak jönni délről. És még innen északról kéne tudni bejönni valahogy a reptérre. Viszont akkor, amit megcsinálunk, kétsávos autópálya, repláce. Úgy. Mert a négy az szépen ketté oszlik. Igen, itt majd a haladási irányokat megcsinálom. Jó, de kifelé áramlik mind a kettő. Ez ide, az oda, ez meg befelé áramlik. És akkor még az kéne, hogy innen sem befelé jönni. Azt hogy csináljuk. Nem én voltam. Nem én voltam. Kiszélesedik. Jó, és akkor két sávosra átváltunk. Igen, ott az lesz a baj,
azzal az ott még kereszteződni fog. Mi akadálya van? Jó. Cserébe mindenki be van kötve mindenhova. Amúgy Filip, csak szarul néz ki, de belegondolsz, kurva egyszerű. Jövök lentről, be akarok menni a reptérre? Lekanyarodok. Jövök fentről, be akarok menni a reptérre? Lekanyarodok. Jövök el a reptérről? Merre szeretnék menni? A város fele? Akkor megyek itt. A kifele a faszba? Megyek itt. Tehát fajék egyszerű. Igazság szerint, szóval semmi probléma nincsen ezzel. Ez az egy zavar itt engem. Meg az, hogy itt a 4-5 sávos gyökérkedés megy. Szóval amúgy tök fasza. Bővítkedtünk rajta egy kicsit. Amúgy szerintem teljesen jó. Jó, egy szépségversenyen nem indulnék ezzel. De így legalább úgy néz ki, mintha a boci lógatná a nyelvét, így hogy boci. Szerintem teljesen jó. Na gyorsan mentünk egyet, mielőtt elszaludik a minden is. Jó. 0 utas várakozik, és akkor most megcsinálunk egy vasutat. Mert össze kéne kötni szerintem itt a vasvonatügyileg a dolgokat. Ez egy passenger út lesz. Jobb kézen megyünk előre. Szóval jobb kézen ez. Melyiket nem használjuk? Ezt nem használjuk. Bejön egyszer oda. Ide jön be. És tudjátok, hol megy még el? Oda bejött, oké. És feljön egészen idáig. Úgy. És akkor a külső konnektorból melyiket húzom? Itt húzom, bejön oda. Hú, bazd meg ezt a rákos rendezőt észbe tartani. Jó van, zúg a helikopter. Így. Jó. Azért vannak utasok szép számmal. Jó. Ingyé van. Airport. Shoot le. Airport. Shoot le. Úgy is van. Nulla darab utasa van, kíváncsi vagyok, hogy fog elsülni. Jó,
Jó, itt bekigyúszik a helyére. Az jó. Szépen megy tovább. Te haló, te hova jössz? Isten barma. És leginkább az érdekel, hogy bárhol diszpónol-e. Szóval, hogy bárhol van akadás pályában. Jó, utasai még nincsenek. Ez mindegy. Mert faszul válthatok sávot, gyökerek! Azért! Azért van dugó. Hülye állatok. Az outside connection-be nem tud menni, azt ki kell venni belőle. Mert... hamar az állomásra érkezik be, ami be van oda kötve. Még egy olyan opcióm van. Nézzük meg, hol van? Airport Shuttle. Igen, mert ezt a kukacfodást csinálja meg, de most ezt megoldottuk elvileg. Szóval elvileg azzal, hogy a... átkötöttem. Szörnyen néz ki, azt meg kell elkezdeni. Ezzel most elvileg megvan oldva az a problémánk, hogy nem tud az outside connection felé elmenni. Na, amúgy mutatom, mi a probléma. Itt ez a probléma. Itt ezt csinálják az uramék. Ez a probléma. Tessék megnézni, mindenki szépen láthatja, hogy hol vannak a gondok. Például ott, hogy megvan mondva, hogy lehet menni egyenesen vagy egyenesen. De jobbra kanyarodni például semmiféleképpen nem lehet. Na, ehhez képest mit csinál az uram? Jobbra kanyarodik. És utána nagyon meglepő módon ebből közlekedési káosz per halál és hagy fasz lesz. Na, hát ezzel nem foglalkozunk. Ellenben itt van nekünk az Airport Boci, vagy a Boci Airlines, amit mindjárt át is nevezünk. Boci Airlines Headquarters. Mert hogy? Boci. Úgy is van. A reptéri vonatunk megvan. Csatornát kell elintézni, az elektronyosságot és a vizet. Úgyhogy. Kezdjük ezzel. Összekötötted? Sem ajánlom. Be. Arra az útra nem kell. Folyik a kagalé. Folyik a kaksi.
Ezt akkor kiszedjük. Amúgy miért is bajlódok én ezzel, ha egyszer már meg van oldva? Igen, ez egy kiváló kérdés volt. Jó, oké, moving on! Elektronyosság, slőn világosság, mondd el az úr, vagyis Árti, vagyis én. Úgyhogy... Behúzzuk a villanyot oda. Behúzzuk a villanyot oda. Kell rajzolnunk a bocit, ez a lényeg, ez a feladat, jó? Rajzolj bocit. Olcsó játék hülye gyerekeknek, amúgy kétlem, hogy olcsó, mert valószínűleg drága. Hát 250 dolcsiba kerül kilométerenként. De rajzoltunk egy bocit! Na nézzük, 624-et termelünk, 143-at fogyasztunk, bőven eladunk, baterink jó. A szemétéget csak termeli az elektronosságot. Úgyhogy elvileg, elméletben kész vagyunk. És tele van. Mindenki végzi a munkáját. Fantasztikus. Boci Airlines üzemel. A hajók is hajóznak. Az egyetemünk. Már vannak diákok a technológiai egyetemen! Orvosdiákunk az még nincs. Ja, nem, az egy nulla. Menjetek egyetemre, hülye gyökerek! Utána akartok meghalni? Na! Amit meg kell néznünk... Az Airport Shuttle forgalma az egy kicsit alatt. Csony. Úgyhogy Airlines. Hát nincsen passenger airline-unk. Úgyhogy ezt a hiányosságot most megregesszük. Airlines. Passenger airline. Na, azt mondom, hogy innen indulsz. Az úgy nagyon rövid. Nincs légi kijárat? Dehogy nem van. Ide. És vissza. És innen is indul egy. És akkor az jön ide, az lesz a nagyon rövidünk. És visszamész oda. És innen is indul egy. És az eljön oda. És jön vissza oda. És innen is indul egy. És az... négy égtáj van, szóval kezdünk kifogyni. Eljön oda. És visszajön oda. Jó. Hol vagy? Na. Reptér, lovog a szélben a szélzsák. Na, felszállj, nem kéne? Haló! Vászás neki! Reptér, tessék! Repülő. Hát mondjuk a kerekeket már régen be lehetett volna húzni, azért nem vagyok egy aviation szakember, de nekem nincsen pilóta vizsgám, de én úgy tudtam, hogy egy idő után azért már be kell húzni.
Jaj, ez egy másik kép volt. Csűrni a hajtjukunyarral indít az ecsém. Nagyon szép. Na nézzük. Utasok vannak. Parkoló fizetős. Repülőket mennyien használják? Nem. Használgatják. Igen, a pályaudvarra menő, az nagyot megy. Az airport shuttle az így, ok. A tram, azt még mindig nem értjük, hogy miért hagytam meg. Valamiért mindig elfelejtem kitörölni. Ez a metró. Hajó. És a repülő. Ezt használják a legtöbbet. A legtöbben éjszak fele utazgatnak. Erre jönnek a legtöbben, erre utaznak a legtöbben. Na jó. De egy útkarbantartót le kéne dobni, mondjuk ide. Ezért lesz probléma a kaga. Jaj, egy anyádba esnél a kútba. Száz a komfort. Higher comfort makes it more attractive to passengers to use this station. The level of comfort... Az efficiencián múlik. Jó. Mit választok, hogy passenger, passenger vagy passenger legyen? Hát beszalok. A kinézete az nem fog változni, ha jól sejtem. Nem, tök ugyanúgy néz ki. Boci Airlines. Halálosan tetszik. Jó. És azt mondja, hogy...
Ez most sokáig fog tartani, kitartás jó. Kibírjátok, menni fog, nagy kislányok vagytok. Maintenance út, ez így körbe fog menni. Nem lehet utat húzni a fölleszálló sávban. Jó, akkor tiszta sor, akkor úgy csinálom. Na jó, akkor ezt most fejtsük meg, mert nem értem. Ez közel van neki, úgy érzi. Így húzom körbe. Nem lesznek teljesek azok az utak. És akkor ez milyen célt szolgál ez a terület itt? És ez itt mi? Ide direkt buszjáratot? Tudok ide busz megállót csinálni? Ja, hogy amúgy van, by default. Az meg taxidepó. Thank you.
villanyos. Tudod mit? Idehozom a buszt. Innen. Kíváncsi vagyok, hogy használja-e bárki. Na, de egy kis földet leraktunk. Na, menjetek egyetemre, haló! Miért nem mentek egyetemre? Van hely bőven. College-ra nincsen kapacitás. Nincsen college? Jó, akkor csinálunk college-ot. Tessék, csináltam egy college-ot. Na, azt most mi van, he? Jó, és akkor edukáció. Jó, van highly educated, az jó. Több, mint a kapacitás. Sokkal több elemi iskola kellene. Sokkal többen használják a tömegközlekedést. Sajnos túl sok a közúti transport még mindig. Most a szolgálatot itt el kéne intézni. Itt az internet is szar, ugye? Hát, kávé. Jó, internet az... Jó, a reptérre csinálunk wifi-t. Nem, mint hogyha... Na, tök mindegy. Jó. Oké, turizmus, vendéglátása, whatever. 2003 bevételünk per hónap a turistokból. Jó, outside connection-okat intéztük. Itt importálunk. Húza, timber, textil, majdnem mindent. Jó. Na, building level, azt nézzük meg. A
az irodából hármasnál rosszabban nincsen. Azért az úgy fasza. ...16,9%-os munkanélküliség viszont egy kicsit aggaszt. Ez egy kicsit problémás. Hát dolgozni van mit bőven. Nem tudok mit csinálni ezzel a... A munkanélküliség az megint egy olyan dolog, hogy így nem tudom, mit csináljak vele. Na jó. A parkolóház nem kell. Atomerőmű. ...14 pont kijön. Geológiai Kutatóintézet, Börtön vagy Központi Bank, Turista Látványosságok, Posta lesz, Server Farm, Telekom, Satellite Linkre meg nincsen pénz. Jó. Na lássuk. Azt mondja, posta. Ez kicsit böszme. Úgy kell neki az rendben. Milyen upgrade-ek vannak? Automated sorting, az jöhet. Extra loading rampák. Először azt mutat, húzzuk be, jó? Most ne nézzétek, jó, hogy ilyen hepehúvás. Szóval most ne foglalkozzon senki, jó? Ezt nem hepehúvás, pont jó az. Nézzük meg a postát, a Telekomot, postát. Jó. Kicsit közelítünk a kapacitásokkal. Már valamelyest alakul. Server farm. Igen. Lerakom akárhova, akkor az megboostolja mindent is. És mit kell róla tudni? Közepes a hangszennyezése.
először letesszük, megnézzük a boost, az update-eket. Mert amúgy ez egy teljesen jó kinéző épület. Jó. Jó, és akkor fiber optic kábelre átcseréltük. Szép nagy boostot ad. Jó. Az fog történni, hogy profit. És commerce. És... melyikből kéne? Is. Hol vagyunk nagy tételben, hogy a sávváltásokból van a baj? Ők speciál kérdésen jól csinálják. Kb. Jól csinálják. Hát te mi vagy itt, te? Hogy kinőttél? Hello. Hello, Gagany utca. Érted? Már is kettes szintű a biznisz. Na, szép. Na, a server farmot leraktuk. Mi van még? Telekom torony. Jaj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 
Ez ugyebár az, ami az iparnegyed fele megy. Az iparnegyedbe lerakunk egy telekom tornyot. A pusztába lerakunk egy telekom tornyot. Upgrade-elni? Nem. Azt csinálja, hogy... Ó, az entertainmentet növeli meg város szerte, és turistákat csalogat. Na nézzük meg akkor, hogy hogy van a posta meg a telekomunk. Posta. 103 a 112 ellen, kicsit le vagyunk maradva. Az internet az olyan, hogy még a lakhatlan szigeten is van. Haló? Ilyen sávszélességet még az életben nem láttam. És akkor a szatellit uplinket lehet még. Nagyon jó. Turisták! Ez az edukáció árja. Jó, de most nyár van. Állat jó.
Boci Airlines, az tökéletesen működik. Szerintem halál jó. Milyen gyors? Az volt, hogy felgyűlik a levél, úgy érzem. Egy per 10 autó van használatban. És te hol jársz, uram? Látjátok, teljesen gyönyörűen használja a lehajtót. Nincsen vele semmi baj. Jó, hát ez ott egy minden kamionosnak. De most hova... Fú, hova mész te fiam, mert... Ezért vannak kérdéseim. Jó, oké. Ott még mindig nem lehet úgy fordulni! Haló! Ott még mindig nem lehet úgy kanyarodni! Rohadjál meg! Hihetetlen! Idejön a postára, összeszed mindent. És megy a sorting facilitásba vissza. Hát körbe mész, öcsém, igen. Hogy kinőtt a minden a server farm mellé? Úgy egész jól járható a város. Amit körbe. Ha most itt a sávváltás miatt állunk, srácok, akkor valakit bántalmazni fogok. De mit? Mert eddig nem tudtad, hogy arra akarsz menni? Nagyon hülye. Komolyan mondom, az ész megáll. És ez az egy autó van használatban. Nőszem. Az unsorted levelet csökken. Az jó. Jó. Elva kezeletlen levelek száma csökken. Az jó. Na jó, mit csináljunk még? Űrállomás. Négy pontért elviszem a geológiai Csepeó intézetet. És erről mit kell tudni?
tehát a server farm melletti részen én el tudom képzelni, ahogy itt kutatnak a geológusok, és ennek láthatólag mindenki örül. Másik oldala az inkább tűnik ilyen bejáratosnak, nem? Tudjátok, mit csinálunk? Azt csináljuk. Ezt így kihúzom. Jöjjétek! Jöjjétek, apa alkot! Úgy is van. A geológiát. És van, ugye ez is szebb. Jobban néz ki, jobban tetszik. Medium density kéne inkább. Csináljak medium density-t. Jó van, megcsináljuk. Mennyire néz ki itt, hülyem? Közepesen nagyon. Így. Rubikapunk manok. Jaj, ez ilyen puposodó. De már itt is ennek is van napeleme. Jó. Viszont ami fix info az az, hogy ide ilyenek kerülnek. Aha, ott víz van. Na, azt a vizenyőt, azt most...
is van. Azt fogom csinálni. Oda be... Na! Oda behúzok egy ilyet. Firkantok. Firkantok. Jó van, nagyon mennek a helikopterek. Jó van, ez a lényeg. Ragadjon a bélyeg. Viszket az orrom, viszket az orrom. Készült a Vista Building is. És akkor van a CO10 Condos, és van a Gatehouse. És akkor utána majd még összeszedjük ezt a Kane rezidenciát. Na jó van, srácok! Megcsináltuk a Raptoret, megvan a Boci Airlines, itt van, hogy van posta, olyan wifi-nk van, hogy beszartok. Majd én nem fel... Ele, én nem folytatjuk majd. Köszönöm!